kedvezményes nyugdíj. 4500-an kaptak tavaly nyugdíjat a Nők 40 programban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Szenvedélybetegségek kezelése. Több milliárd forintot fordít a kormány drogmegelőzési programokra hazai és uniós forrásokból a következő években. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A kedvezményes nyugdíjhoz 32 év munkaviszony kell, valamint 8 év gyermeknevelési időt számíthat be a 40 évbe a nyugdíjbiztosító. A program elsősorban azoknak kedvez, akik korán 18-19 évesen kezdtek el dolgozni. Ügyintézés a nyugdíjbiztosítónál. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is népszerű a Nők 40 program, akik jogosultak a kedvezményes nyugdíjra, időben elkezdik kiszámolni az éveket. Ugyanis 32 év kereső tevékenység igazolásával igényelhető az ellátás, amihez nem kell megvárni a nyugdíjkorhatárt. Kereső tevékenységnek számít minden munkaviszony. Egyéni, társas vállalkozásban töltött idő, őstermelő, és mellette maximum 8 év gyermeknevelési idő számítható be a 40 évbe. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében tavaly 4500-an kaptak nyugdíjat a Nők 40 programban, ami nem kevesebb, mint a rendes öregségi nyugdíj, hiszen ugyanúgy kalkulálja a nyugdíjbiztosító. A számítás az nem különbözik semmiben, ugyanúgy figyelembe vesszük a nyugdíjazás napját megelőző valamennyi átlagkeresetet. Főszabály szerint 1988-ig megyünk vissza az átlagkereset számításnál. A Nők 40-et leginkább azok vehetik igénybe, akik korán kezdtek el dolgozni. Iskolai tanulmányaik után 18-19 évesen már munkába álltak. Ők 57-58 éves korukban már nyugdíjba mehetnek. Az iskolai évek nem számítanak be a jogosultsági időbe, viszont a külföldön bejelentett munka igen. A gyakorlat azt mutatja, hogy emellett a nyugdíj mellett még sokan dolgoznak is. Lehet dolgozni, de itt kereseti korlátot határoz meg a jogszabály. A minimálbér 18-szorosáig lehet keresni a Nők 40-esen nyugdíj mellett. Ha eléri valakinek a jövedelme a minimálbér 18-szorosát, akkor azt követően a nyugellátása az adott évben szüneteltetésre kerül. És ezt mindig fontos, hogy az adott évben nézzük, mert utána a következő év január 1-től újra folyosítják, mindaddig, amíg a 18-szorosát a minimálbérnek el nem éri. De még azt is meg kell jegyezni, hogy a közszférában nem lehet nyugdíj mellett kereső tevékenységet végezni, dolgozni. 2010-ben vezette be a kormány a Nők 40 programot, azóta országos szinten mintegy 186 ezeren éltek a lehetőséggel. 2010 óta megállt a bérlakás építési és felújítási program Nyíregyházán, mondta Csabai Lászlóné, az MSZP megyei alelnöke mai sajtótájékoztatóján. Csabai Lászlóné elmondta, 5 éve nem készült névjegyzék, és jelenleg 1700 igénylő vár arra, hogy bérlakáshoz jusson. Az ellenzéki politikus emlékeztetett, az előző városvezetés idején évente 70-100 bérlakást tudtak kiadni új bérlők számára. Most ez a szám mindössze néhány darabra korlátozódott. Az MSZP közgyűlési frakciója a költségvetés elfogadásakor javaslatot tett a kihasználatlanul álló, felújítással bérlakássá alakítható ingatlanok ilyen jellegű hasznosítására. A közgyűlés azonban elutasította ezt az indítványt. Pedig ezek egészen kis költséggel átalakíthatóak lennének lakásai, hiszen korábban is lakások voltak. És ha megnézzük, akkor a városban most körülbelül 300 lakásra lenne lehetőség, 300 olyan ingatlan van üresen, részben a laktanyában, a Moszkva utcán, a Malomkertbe, amit viszonylag kis költséggel egy lakásárának a feléből át lehetne alakítani, és lakássá lehetne kialakítani, szociális vagy nem szociális bérlakássá. Az MSZP tájékoztatóján elhangzottakra a Fidesz nyíregyházi szervezete közleményben reagált. Ebben az áll, szó szerint idézem, Csabai Lászlóné volt az, aki szocialista lakásügyi kormánybiztosként az utolsók között vett fel az első polgári kormányzás alatt létrehozott kedvezményes állami támogatású hitelt, mielőtt azt a szocialisták megszüntették. Az ő kormánybiztosi ciklusa alatt pörgették fel a szocialisták a devizahiteleket, amellyel családok tízezreit taszították a csőd szélére.
Polgármesterként pedig az ő idejében adtak el több ezer önkormányzati bérlakást, előállítva ezzel a most is fennálló problémát. A jelenlegi kormányzat célja, hogy mindenki dolgozhasson és munkájának gyümölcseként saját otthont teremthessen. Ezért emelkednek a bérek, ezért támogatjuk a családokat adókedvezménnyel, ezért indítottuk el az otthonteremtési programot, áll a Fidesz közleményében. Több milliárd forintot fordít a kormány drogmegelőzési programokra hazai és uniós forrásokból, a szenvedélybetegségek kezelésére és az ehhez kapcsolódó szociális tevékenységek fejlesztésére a következő években. Hangzott el egy Kisvárdán megrendezett drogmegelőzési előadáson. A figyelemfelkeltő rendezvényt általános és középiskolásoknak szervezték a Felső-Szabolcsi Kórházban. Teljesen megtöltötték az érdeklődő fiatalok a Kisvárdai Kórház nagy termét, ahol a szakemberek két előadáson tekintették át a drogprevenció hazai aktualitásait és a megelőzés fontos kérdéseit. A 2013-ban elfogadott Nemzeti Drogellenes Stratégia keretében lévő programokban összesen csak nem 800 millió forintot fordítottak tavaly a kábítószer problémák kezelésére. A 2017-re és 2018-ra vonatkozó, jelenleg előkészítés alatt álló szakmai részprogramon pedig több milliárd forint hasznosul szemléletformáló és megelőzési programokra, a kezelési ellátások fejlesztésére és más konkrét beavatkozásokra. A célzott és javadott programok támogatására irányuló uniós pályázat 3 milliárd forint összegben tegnapi napon jelent meg. Ebben minden olyan szociális szolgáltató, aki bejegyzett engedéllyel rendelkezik, 50-100 millió forint összegre tud pályázni. Nagyon kérem az intézmények képviselőit, hogy figyeljék ezt a pályázatot, soha vissza nem térő alkalom. Ez nagyon fontos, nagyon hosszú időre megoldhatja ugye a kábítószer prevenció kérdését. Az addiktológus szakember szerint a tapasztalatok azt mutatják, minden iskola igyekszik felhívni a figyelmet a drogfogyasztás veszélyeire. Emellett például a rendőrség és a civil szervezetek is aktív szerepet kapnak a prevencióban. Hozzá csatlakozik természetesen az egészségügyi ellátórendszer, aki viszont már azokkal foglalkozik, akik valamilyen módon kapcsolatba kerültek a különböző szerekkel. Az egészségügy azért a gyógyításon kívül a harmadlagos, illetve az elsődleges prevencióba is részt vesz, tehát ott vagyunk mindenhol, ahol hívnak. Ezért vagyok most is itt, hogy elmondjam azokat a szakmai tapasztalatokat, amik esetleg segítenek azoknak a szakembereknek, vagy civileknek, vagy segítőknek, vagy jószándékúaknak, hogy felismerjék a környezetükben a problémát, és tudják, hogy hova kell fordulni segítségért. A fórumon elhangzott, további 1,7 milliárd forintot az óvodai és szociális segítő tevékenység fejlesztésére fordítanak, a rehabilitációs ellátást nyújtó intézményeknek pedig közel 4 milliárd forintos támogatására rendelkezésre. Az előadások között egy kis filmet is levetítettek a diákoknak, akik az esemény végén kérdéseiket is feltehették a szakembereknek. Két autó ütközött ma délelőtt Nyíregyháza és Nagykálló között. Személyi sérülés nem történt, azonban az anyagi kár több millió forintos. Az egyik autós előzni kezdett, majd visszahúzódott, ám a mögötte érkező beleütközött. Az utat teljesen lezárták a rendőri intézkedés és műszaki mentés idejére. Populáris és közlékeny, így a fiatal művészek egyik kedvence a pop art. A képzőművészeti irányzat új nyíregyházi alkotásait most egy belvárosi kávézóban tekinthetik meg az érdeklődők. A tárlatról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Hiánypótló hat történeti alkotás jelent meg Nyíregyháza katonaságáról. A II. Világháborúban állomásozó hadsereg bemutatása Bene János több éves kutatómunkájának eredménye. A Tiszaújvárosban aratott győzelmét követően vasárnap ismét hazai környezetben lép pályára a Nyíregyháza Blue Sharks. Populáris és közlékeny, így a fiatal művészek egyik kedvence a pop art. A képzőművészeti irányzat új nyíregyházi alkotásai most egy belvárosi kávézóban tekinthetők meg. A Nyíregyházi Egyetem Vizuális Kultúra Intézet hallgatói modernizálták az alkotási módszert, így már nem a hagyományos ragasztott és rétegzett technikát alkalmazták, hanem digitális munkák születtek. Számítógépes grafikai programokkal készültek pop art képeik.
Mindenki számára könnyen felismerhető ez a színes képzőművészeti irányzat, a pop art. Az 50-es évek második felében született Angliában, de igazi kiteljesedése a 60-as, 70-es évek Amerikájában volt. Elnevezésében az angol popular előtag arra utal, hogy a művészet és a népszerű tömegkultúra korabeli ellentétét áthidalni kívánó mozgalomról van szó. A pop art maga egyfajta popularitással, közlékenységgel, széles spektrumon való megszólítással, megszólítás vágyával született meg. Így aztán redukálja a formákat, helyi értékű színtónusokat használ, egyfajta dekorativitásra és egyszerű közlékenységre törekszik. Megtartja az antropomorfizmust, de lemond a tériségről. Lemond a tériségről olyan formában, hogy a perspektívát alkalmazza. Viszont a síkok segítségével, mintázatokkal, például a rasterpontokkal, vagy a színeknek a tériség érzetét keltő tónusértékével gazdálkodik továbbra is. Tehát eszenciálja az információkat, igazából nem nagy filozófiákat akar megjeleníteni, hanem hétköznapi történeteket, érzéseket, helyzeteket, embereket akar vizualizálni. Közlékenysége, aktivitása miatt a fiatal művészek egyik kedvence ez az irányzat. Ebben a nyíregyházi belvárosi kávézóban látható pop art grafikákat a Nyíregyházi Egyetem Vizuális Kultúra Intézet hallgatói készítették. Az évtizedekkel ezelőtti hagyományos technikát azonban modernizálták. Az eredetiket még úgy csinálták meg, hogy kivágták a sablonokat, stencillel felfújták, és az még a hagyományos rétegről rétegre munka volt, a hagyományos grafikai eljárásokkal. Amiket mi csinálunk, az már az alkalmazott grafikának az eszközei, a Photoshop, az Illustrator használata. A digitális pop art alkotások egy egyetemi kurzus alatt készültek el, mondta a tárlat kurátora a hivatalos megnyitón. A számítógépes ismeret kurzus volt a Vizuális Kultúra Intézeten belül, a Nyíregyházi Egyetemen, és végül is az én ötletem volt ez, hogy valami fajta a Photoshoppal és az Illustratorral valami fajta játékosságot fedezzünk fel. A pop art kiállítás ingyenesen tekinthető meg február 15-ig Nyíregyházán a Café Freyben. Hiánypótló 6 történeti alkotás jelent meg Nyíregyháza katonaságáról. A II. Világháborúban állomásozó hadsereg bemutatása Bene János több éves kutatómunkájának eredménye. Megjelent Bene János múzeumigazgató hiánypótló könyve, amely a II. Világháborúban Nyíregyházán állomásozó katonákról szól. A hadsereg jelenléte a 19. század második felétől egyre fontosabb volt a város gazdasági, társadalmi és kulturális életében is. Kevés helytörténész van hazánkban, aki a köztörténelem mellett a hadtörténelemmel is foglalkozik, közölte Szabó Péter kutató főtiszt, aki egyben a kiadvány lektora is volt. Hozzátette, Budapesten kívül nincs olyan város, ahol a II. Világháború alatt annyi fegyver és csapat volt jelen, mint Nyíregyházán. A Magyar Királyi Honvédség egyes alakulatainak történetéről az 1900-as, 1990-es és 2000-es évektől ugyan szép számmal születtek kötetek, de olyan monográfia, amely egy adott településen állomásozó valamennyi honvéd alakulat történetét dolgozta volna fel, a 20. század meghatározott időszakaiba, tudomásom szerint ez idáig nem jelent meg. János korábbi egyéni és társszerzős munkái ehhez megfelelő alapot nyújtottak. A kötetben Bene János bemutatja a II. Világháború magasabb parancsnokságainak, valamint többek közt a helyi gyalogos, páncélos és tüzér alakulatainak szerepét Nyíregyházán. A könyv anyagát már a 90-es években elkezdte gyűjteni, felkutatva a megyében élő egykori katonákat. Ezután a hadtörténeti levéltárból, illetve a helyi sajtóból gyűjtött forrásokat, valamint közel 300 fotó is bekerült a kiadványba. Igyekeztem visszaemlékezésekkel egy kicsit színesíteni, de ezek száraz tények. Szóval az, hogy egy csata megkezdődik, az megkezdődik. Hogy annak vannak, a csata az mozog, azt le kell írni, és az egyszer befejeződik. Na most ezek a tények mellé próbáltam azért gyűjteni visszaemlékezéseket, amelyek a személyes élményeket tükrözték. Tehát, hogy egy csapatiszt hogy látja azt a harcot, egy közkatona hogy látja, mert egészen másképp látja egy tiszta a parancsot, hogyan hajtja végre, meg egy katona, akinek végre kell hajtani. Na hát ezekben vannak azért néhány nagyon szép irodalminak nevezhető visszaemlékezés is. A Nyíregyháza katonasága a II. Világháborúban című könyvben különböző fejezetekben lehet megismerni ezeket a történeteket, például az ukrajnai hadjárat, a donkanyari csaták és a 44-es harcokon keresztül.
A Tiszaújvárosban aratott győzelmét követően vasárnap ismét hazai környezetben lép pályára a Nyíregyháza Blue Sharks. Az NB1B keleti csoportjának tabelláján 5. helyen álló kék cápák vasárnap a jelenleg 8. helyezett Egert fogadják a Continental Arénában. Visszavágott a Tiszaújvárosnak a hazai pályán elszenvedett vereségért a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák a bajnokság 14. fordulójában lejátszott mérkőzésen, az első negyedben 3 pontos előnyt szereztek, a második 10 percben azonban fordítottak a hazaiak, akik 5 pontos előnnyel vonulhattak pihenőre. A harmadik negyed döntetlennel végződött, a záró 10 percben viszont ellenállhatatlanul játszottak a vendégek, akik végül 8 ponttal megnyerték a találkozót. Tiszaújvárosban talán pont az előző forduló tudott nyerni először együttes a Hódmezővásárhely, de akkor nem is játszott a légiósuk, tehát hazai pályán nagyon erősek. Brunstolós, nagyon nehéz mérkőzés volt. Viszonylag jól kezdtünk, jó tempóba, jó ritmusba, de nagyon sok zicserünk csorgott le a gyűrűl az első félidőbe. Második félidőbe is igazából nem tényleg akarattan lelkesedéssel volt a baj. A negyedben viszont hál' Istennek kijött, extrát játszottunk, nagyon ültek a dobásaink, és védekezésben is összeállt a csapat. A keleti csoport tabelláját a Hódmezővásárhely vezeti 11 győzelemmel és 3 vereséggel, megelőzve az azonos mutatóval álló Miskolcot. A nyíregyháziak 7 sikerrel, amelyben nincs benne az elmaradt nagykörös elleni mérkőzés után a szövetség által megítélt győzelem és 6 vereséggel az 5. helyen állnak. A kékcápák a következő fordulóban az Egert fogadják. Az Eger egy viszonylag szervezetlenebb játékot játszik, amire azt mondhatnánk, hogy akkor könnyű dolgunk lesz, de ez nem így van, mert az olyan csapatok ellen nagyon nehéz játszani, akik nem tartják be a kosárlabdának az alapszabályait, és mindig megjelennek olyan helyeken is, amire nem számítunk. Éppen ezért nagyon kell készülnünk még akkor is, hogyha mi vagyunk az esélyesebbek, mi nem vagyunk annyira jók, hogy kimenjünk a pályára, és a cipők megnyerjék a mérkőzést. Nagyon fontos, hogy koncentráltan, keményen kell elkezdeni a találkozót, és hát természetesen nem mondhatok mást, hazai pályán egyébként is a győzelem a cél, de idegenben is győztünk, ahhoz, hogy bármit el tudjunk érni, nekünk ezt a meccset meg kell nyerni, és a srácoknak ezt is el kell viselni, ezt a terhet, hogy egy úgymond kötelező győzelmet kellene megcsinálnunk vasárnap, ami azért nem lesz olyan könnyű dolog, és most is szeretném kérni a közönséget, hogy segítsenek minket. Remélem, hogy jó hangulatú mérkőzés lesz. A Nyíregyháza Blue Sharks Eger mérkőzés vasárnap 16:30-kor kezdődik a Continental Arénában. A forduló további párosítása a következő: Miskolc, Mafc 2, Budapesti Honvéd, Békés, Óbudai Kaszások, Debrecen, Hódmezővásárhely, Salgótarján és Nagykőrös, Tiszaújváros. Felkészülési kézilabda tornát rendez Máté Szalkán az MMTK női csapata. Az NB2 északkeleti csoportját vezető együttes az osztálytárs Vitka Esét és az NB1B és Nyíradonyt látja vendégül a városi sportcsarnokban. Január 9-én kezdte el a felkészülést a csoportjában 10 győzelemmel és 1 vereséggel éllovas Máté Szalkai női kézilabda csapat. Ahogyan az ilyenkor lenni szokott, az első heteket az erőgyűjtésre szánták a hölgyek. Persze a technikai és taktikai elemek gyakorlását sem hanyagolták el a játékosok, akik több új edzéselemmel is megismerkedhettek januárban. Az edzések azok rendkívül változatosak, ugye az első szakasz a felkészülések, az mindig egy ilyen erősebb fizikai megterhelés jelentett. Itt főleg ilyen körözéseket iktattunk be és az edzőnőnk Kriszta, ő ezt a mozgásformát választotta, ez jó, mert interaktív, tehát az izomtömeg növelése is kiválóan alkalmas, az erőlétet is fejleszt, illetve állóképességbe is azért tud fejlődni még a csapat. Majd az ezt követő szakasz lezárásaként már inkább bevettük ezeket a labdás edzéseket. Ugye itt majd bejönnek ezek a páros gyakorlatok, tehát készülünk a bajnokságra. Az őszi együtteshez képest nincs jelentős változás, viszont erősödött a játékos keret, és még érkezhet is kézilabdázó a csapathoz. Visszatért Móri Katalin, ő ugye távol volt, most megkezdte újra az edzéseket, és Ábri Teodóra felépült a térsérüléséből. Ezáltal 2 új emberünk van, és egy beállós fogunk kipróbálni majd a felkészülési mérkőzésen. Az MMTK a hétvégén felkészülési tornát rendez, amelyen az NB1-b is Nyíradonnyal és az osztálytárs megerősített Vitka Esével mérő össze tudását a csapat. Vitkáról tudjuk azt, hogy új edzőt kapott, új lendületet a csapat, hiszen Csapó Erikát, a sokszoros magyar válogatottat ugye tudhatják a soraikba, illetve Debrecenből tudjuk azt, hogy játékosokkal erősítettek. Valamint a Nyíradony, az pedig egy NB1-b csapat, aki mint a magyar másodosztályt képviselő csapat,
csapat egy magasabb, jobb játékerőt, egy magasabb osztályban lévő jobb játékerőt képvisel, és ezért ehhez mérten is tudjuk azt, hogy hol tartunk a felkészülésben. A Máté Szalka tavaszi szezon nyitányán február 19-én a Debrecen második csapatához látogat, majd egy héttel később hazai pályán a Kölcsey DS ellen játszik megyei rangadót Vakacs Krisztina együttese. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. 4500-an kaptak tavaly nyugdíjat a Nők 40 programban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A kedvezményes nyugdíjhoz 32 év munkaviszony kell, valamint 8 év gyermeknevelési időt számíthat be a 40 évbe a nyugdíjbiztosító. Több milliárd forintot fordít a kormány drogmegelőzési programokra hazai és uniós forrásokból, a szenvedélybetegségek kezelésére és az ehhez kapcsolódó szociális tevékenységek fejlesztésére a következő években, hangzott el egy Kisvárdán megrendezett drogmegelőzési előadáson. A Kölcsey Televízió iradóját látták február 2-án csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat elérhetik weboldalunkon is. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk, péntek estig a Kárpát-medence időjárásában lényeges változás nem várható, marad a nagy különbség az ország északkeleti és délnyugati vidékei között. Az éjjel jobbára erősen felhős vagy borult lesz az ég, sokfelé párás, helyenként ködös marad a levegő. Kisebb eső még több helyen valószínű, eleinte néhol ónos eső sem kizárt. A változó irányú szél gyenge marad, reggelre általában 0 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, helyenként ködfoltok is lehetnek. Néhol kisebb eső, szitálás is előfordulhat. A változó irányú szél mérsékelt marad, délutánra 3 fokig emelkedik a hőmérséklet, melegfronti hatás van térségünkben. A következő napokban a sok évi átlagnál enyhébb, de változékony időre van kilátás. A napos időszakok mellett gyakori felhősödéssel, szombaton szorványosan, majd több helyütt esővel. A jövő hét első napjaiban havas eső is hullhat, a hét közepén már szárazabb, de hideg idő valószínű, ismét csípősek lesznek az éjszakák, és több helyen napközben is fagypont alatt marad a hőmérséklet.